Érkeznek a kéményseprők az év első munkanapján a megyeházára. 2017-ben is a szerencsét hozták Sesták Oszkárnak, a megyei közgyűlés elnökének. Boldog új éve, fogom a gombomat. A kéményseprők a népi hiedelem szerint szerencsét hoznak már azzal is, ha csak látják őket. Bár maga a mesterség viszonylag későn jelent meg, mégis hamar bekerült a magyar néphitbe, amely szerint a fekete színnek védelmező varázsereje van. Kéményseprő szakma ugye azért alakult ki, hogy a tüzeket megelőzzük, és úgy tartotta a hagyomány, hogyha jött a kéményseprő, akkor az azért hoz szerencsét, mert megelőzi a tüzeket, az ilyen lakástüzeket és kéménytüzeket. A köszöntésnek már sok éves hagyománya van a megyeházán. A közgyűlés elnöke úgy véli, a jó szerencse elengedhetetlen a 2017-es évi sikerekhez. Ezért is örül, hogy ez a szokás még mindig jelen van az új év első napjaiban. Jó szerencsét kívánnak rajtam keresztül, biztos vagyok benne a megye valamennyi lakójának. Nagyon sok kedves népszokás, néphagyomány kötődik ehhez a naphoz. Szerencsét látni, kéményseprőt látni, szerencsét látni, ez ugye ezt mindenkünk ismeri, hogy mennyire fontos és hozzátartozik ez az életünkhöz, hogy hogyan tudjuk a szerencsét megragadni. De ezt a szerencse mellett, vagy talán szerencse előtt a legfontosabb a munka, a tennivalók számbavétele így az év elején, és ennek való neki gyűrkőzés, a tervezés, aztán pedig a végrehajtás, de szerencse nélkül persze egyikünk sem menne semmire. A kéményseprők természetesen nem csak a megyei és városi önkormányzatok képviselőinek hoznak szerencsét az év első munkanapján. A jelképes köszöntés és az újévi jó kívánság Szabolcs-Szatmár-Bereg megye minden lakójának szól.